Nagy szeretettel köszöntöm a megjelent képviselői testületi tagokat a soron következő testületi ülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselői testület határozat képes. Mielőtt hozzákezdenénk a kiadott napirendi tárgyalásához, szeretnék egy kis tájékoztatót tartani a nyár legfontosabb történéseiről. És még mielőtt megtartanám, megkérek mindenkit, hogy aki egyetért azzal, hogy a napirendi pontokat a kiadott meghívó sorrendjében tartsuk, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen! Az elmúlt időszakban színvonalas rendezvényeken vagyunk túl. Kezdődött június 6-án a Széchenyi Kupa első állomásaként itt Tiszaluszon, ahol 8 foci csapat mérhette össze a tudását. A rendezvényen részt vett Prof. Széchenyi Tíme, a Nagy Antal, a 33-szoros magyar válogatott focista és sok ismert személy. Köszönetet az Agrárminisztériumnak, hogy egyáltalán kaptunk bizalmat, hogy egy ilyen rendezvényt itt megrendezhetünk Tiszaluszon, ami országos 10 helyszín közül egyedüli, ami nem egy nagyvárosban történt, hanem itt is ennek a kezdő helyszíne lehettünk. Ezután következett a Nemzeti Művelődési Intézettel közösen szervezett Shakespeare vígjáték a Sok hűhó semmiért, és köszönet a Tiszaújvárosi Derkovicsi Művelődési Központ Kulissza Játékszín társulatának a színvonalas előadásért. Nagyon sok falubeli élvezte két szép nyári estén ezt a vígjátékot. Az augusztus 20-ai ünnepséget sikerült úgy gondolom méltóan megünnepelni a háromnapos templomkertben rendezvénysorozattal, amit a képviselőtestület nevében köszönök a katolikus egyház közösségnek, Nagy Krisztián atyának és a stáb valamennyi tagjának, akik a szokásos István a király rokoperával koronázták meg a 20-ai estét és utána a tűzijátékkal. Sikeres falunapon vagyunk túl, szeptember 18-án, amin egyben egy világrekordot is állítottunk, a több mint 5000 törpehadsából készített halételeinkkel. Körülbelül 1700-an vettek részt rajta, és közel 40 ismert személy tisztelt meg minket jelenlétével, ezzel térségi szinten véve jó hírnevét Tiszaluznak. Köszönet minden szervezetnek, önkéntesnek, segítőnek, és mindenkinek, aki részt vett a szervezésben és a lebonyolításban. A rendezvények után a mentőállomásunk kérdés helyzetéről szeretnék beszélni. Osztálygyűlési képviselőasszony évközben beadott egy költségvetés módosító indítványt az országgyűlés elé, ami elfogadásra került, ami arról szól, ez kérésünkre történt meg, ami arról szól, hogy a jövő év januárjában egyik mentőautót átszerelnék esett kocsira, és 5 mentőtiszt fog itt 24 órás szolgálatot teljesíteni a mentőállomásunkon. Ennek köszönhetően a jövő évtől jelentős lépéssel bővül az egészségügyi szolgáltatások körei Tiszaluszon, és sokszorosára javul a sürgősségi ellátás biztonsága, illetve életes és széles helyzetekben a túlélésnek a lehetősége. Úgy gondolom, hogy ez egy ismételten egy olyan történelmi mérföldkő lehet az egészségügyben, amivel nem csak Tiszaluz, hanem 20 kilométeres körzetben előrébb lesznek a települések. És egy fontos dolog. Köszönjük képviselőasszonynak. A konyha pályázatunk. Megnyertük a konyha pályázatot, és 94.813.177 forintot költhetünk hamarosan a konyha felújítására. Honnan fogunk egyeztetni az időbeli ütemezésről. Valószínűleg decemberben zárjuk be a konyhát, amikor úgy a legkevesebb kihasználtsága van, és egyeztetünk az óvodával is, hogy hogyan történnek majd a felújítások. Top infrastruktúra fejlesztésekre 196.995.850 forintot nyertünk.
Jelenleg is zajlik, amint láttátok a faluban közlekedve a Takászka és a Kis Dózsa csapadékvízzel vezető árkok felújítása, és emellett még plusz ennyit nyertünk szintén csapadékvízzel vezető árkok felújítása. Ebből a keretből a Kóptól egészen a Korongi a Kis Széchenyiig fog megújulni, és most már vízjogi engedélyekkel rendelkező hivatalos csapadékvíz elvezető árkaink lesznek a Széchenyi főutcáján. Annak idején határozatot hoztunk az új rekordtán sportpályáknak a használati díjairól. A pályát az iskolások azóta is és a lakosok is folyamatosan használják, viszont el kell gondolkodnunk a jövőben a díjaknak a mérséklésében és a változtatásában, mert itt akkor nem határoztuk meg, hogy milyen esetben, mondok egy példát, diák kedvezményt lehet igénybe venni. Ezt a rendeletünket hamarosan szerintem át kell gondolni és módosítani, ezt csak jelzem, hogy tudjatok róla. Benyújtottuk a pályázatunkat a második körben is a Tisztítsuk meg az országot programra. Emlékeztettek rá, hogy Steiner Attila államtitkár úr itt tartotta a sajtótájékoztatóját ezzel kapcsolatban, és ő akkor jelezte, hogy lesz második kör. Mi megpróbáljuk ezt is megdolgozni, bízva abban, hogy attól függetlenül, hogy mi már első körben erre közel 7 millió forintot nyertünk, most újból sikerül a lakókörnyezetünk tisztábbá tételére szintén egy olyan 5-6 millió forintot második körben is megnyernünk. A bölcsődének indul hamarosan a közbeszerzése, ez egy feltételes közbeszerzés lesz. Meglátjuk, hogy lesz olyan kivitelező egyáltalán, aki a 2 évvel ezelőtt megállapított tervezési forrásból el tudja vállalni a kivitelezési munkákat. Az én gyanúm az, hogy nem. És újból ki kell lesz írni a közbeszerzést, azok után, hogyha kapunk hozzá állami segítséget, plusz forrást a bölcsőde megvalósításához, megépítéséhez. Az üdülőtelepi gátonak kivitelezés megtörtént, a műszaki átadás folyamatban van. Az úthasználati rendet a műszaki feltételeknek megfelelően nekünk kell majd a jövőben meghatározni. Erre is vissza fogunk térni, szerintem hamarosan megfelelő szakbizottsággal. Ennyit szerettem volna tájékoztatásképpen elmondani nektek. Most pedig hozzákezdünk a napi rendi pontok tárgyalásához. Első napi rendi pontunk tájékoztató az óvoda 2021-2022 és nevelési év indításáról. Megkérem óvodavezető nőt, képviselőasszonyt, hogy tájékoztasson minket röviden. Köszönöm szépen, a benyújtott írásbeli anyagot akkor megpróbálom röviden összefoglalni. Az óvoda, mint köznevelési intézmény fenntartója Tiszaróc Nagyközség önkormányzata, a nevelési év szeptember 1-én kezdődött, ezzel kapcsolatban állítottam össze egy tájékoztatót, amit a képviselőtestület elé tettünk, és elfogadását kérem majd. Az óvoda két feladatellátási helyen működik, saját pedagógiai program szerint végzi a tevékenységét, tartozik hozzánk egy szakmailag önálló bölcsöde is, amely saját szakmai program szerint dolgozik. A dokumentumokban egy részében volt változás, a szükséges törvényi változások miatt, illetve a helyi sajátosságok változása miatt néhány apró módosításra került sor. Ez a pedagógiai program, a szervezeti működési szabályzat és a házirend. Ezekben lényeges alapvető változtatásra nem került sor. Ezeket a nevelőtestület és a szülő érdekképviselet megtárgyalta, jóváhagyta, illetve véleményezte. Az óvodába felvett gyerekek létszáma megegyezik az óvodai férőhelyek számával, vagyis mai napon 175 fő a férőhelyek szám, és ezt a férőhelyet sikerült is feltölteni. A bölcsődébe folyamatosan túljelentkezés van, mai napon 20 gyereket vettünk előjegyzésbe, ebből 12 gyerek bölcsődei ellátását tudjuk teljesíteni. Amikor a gyerekek betöltik a 3 évet a bölcsődében,
és van hely az óvodában, akkor át fogjuk őket venni, és az így felszabaduló helyekre fogjuk a várólistás bölcsöt és gyerekeket felvenni. A személyi feltételek, azt mondom, helyel közel adottak mind a bölcsöre, mind az óvoda működéséhez. Óvodapedagógus hiánnyal küzdünk folyamatosan, hát azt mondom, hogy már most 3 éve hirdetünk 2 végleges határozatlan idejű óvodapedagógus állást, és ha minden igaz, akkor ebből egyet október elején sikerül majd betölteni. Egy állást továbbra is folyamatosan hirdetünk, addig, amíg nem sikerül végleges érvényes pályázatot beadó kolléganőrökkel szerződni, addig nyugdíjas szövetkezeten keresztül részmunkaidőben oldjuk meg ezt a feladatellátást. A tárgyi feltételek a nevelési év indításához adottak, megtörtént a játékok felülvizsgálata, megtörtént az elektromos berendezéseknek a felülvizsgálata, a munkák már elkezdődtek, illetve a játékok felülvizsgálata, új játékok telepítése megtörtént, nagyon szép rendezett udvarral és korcsoportnak megfelelő játékokkal várjuk a gyerekeket. A bölcsödében folyamatban van egy, illetve mostanában zárult le egy hatósági ellenőrzés, amelynek az eredményét a fenntartó megkapta, és annak megfelelően teszi a dolgát. Volt ANTS ellenőrzés az óvoda mind a két feladatellátási helyén és a bölcsödében is, ahol semmiféle kifogást nem emeltek, és semmi hibát nem találtak. A szakmai program működés szempontjából munkaterv szerint rendelkezésre áll, ennek a végrehajtását az éves munkaterv szerint fogjuk elvégezni. Röviden ennyiben tudom összefoglalni. Köszönöm szépen a korrekt beszámolót, és gratulálok. Köszönöm. Minden szervezet megvan elégedve a működéssel. Igyekszem megtenni, amit örültem. Köszönöm szépen, én is ugyanígy szeretném megköszönni, és erre még egyszer felhívnám én is a figyelmet, hogy nem találtak hiányosságot az ANTS, ami azért is különösen fontos, mert most ebben az évben ugye a pandémia miatt egy elmegek fogadása az intézményi rendezvények, illetve a egyéb rendezvények, azok mind a hatályos jogszabályokon megfelelően történtek ezek szerint, úgyhogy ez külön köszönjük a gondos felfigyelést. Köszönöm. Köszönjük a beszámolót. Akkor egy 2 határozatot fogunk elfogadni. Az egyik határozat a 2020-21-es év beszámoló elfogadása. Aki a beszámolót el tudja fogadni, az készfeltartással szavaz, és szíveskedjen. Másik határozatban pedig a tájékoztató elfogadása történik meg, tehát aki a tájékoztatót ebben a formában el tudja fogadni, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. És mit tartottál? Hát szavazzak róla. Köszönöm szépen. Bocsánat. Elfelejtettem jelezni előre, hogy nem szavazom. Köszönöm. Második napirendi pontunk az óvoda működési engedélyének felülvizsgálatáról való tájékoztatás. Ezt már az előbb érintettük, egy elhatóság vizsgálta a működés feltételeit, és 2022. december 31-ig adta meg azzal a kitétellel, hogy addig az új bölcsödénk megépül, mert ugye itt sok szempontból, de főleg az alapterület nem felel meg a jelenlegi szabályozásnak. Erről nem kell döntsünk, erről csak tudnunk kell, hogy jövő év végéig nagyon jó lenne, ha megépülne az új bölcsödénk, viszont 4 határozatot kell hozzunk. A Tiszaluszi Napközi Otthonos Óvoda házirendjének elfogadása az első, aki a megváltoztatott házirendet el tudja fogadni, azt kérem szavazni szíveskedjen. Második határozat, aki a Tiszaluszi Napközi Otthonos Óvoda módosított SMS-ét el tudja fogadni, azt kérem szavazni szíveskedjen.
harmadik napi rendi pontunk, aki a Tiszalucsi Napközöltmányos Óvoda pedagógiai programját el tudja fogadni ebben a formában, ahogy előterjesztésre került, azt kérem szabadni, szíveskedjen. Negyedik határozatunk pedig ebben a napi rendi pontban, aki a Tiszalucsi Napközöltmányos Óvoda hatósági szerződését a kormányhivatallal az előbb említett formában el tudja fogadni, azt kérem szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen. Egy tartózkodás. Harmadik napirendi pontunk 2021-2035 évi gördülő fejlesztési terv módosítása. Ugye tavaly fogadtuk el ezt a Korsodíznak, most Korsodíznek ezt a erre a ciklusra terjedő gördülő fejlesztési tervét. Ez azért került módosításra, mert ugye idén a Jókai és a Táncsics utcán az aszfaltozás miatt egy plusz feladatra kértük fel őket, hogy az aknafedőket hozzák feljebb. Ez nem volt benne az eredeti tervekben, ezért kellett módosítani. Ez a határozat semmi egyébről nem szól, csak erről, hogy ezzel a módosítással elfogadjuk. A bizottság tárgyalta, megkérem elnök urat, hogy... A bizottság tárgyalta, és abban a 2021 és 2035 évekre a felújítási pótási munkák tervészének jóváhagyásának módosítását a képviselőtestületnek elfogadásra ajánlja. Köszönöm szépen. Valakinek esetleg még össze kapcsolatában. Aki egyetért azzal, hogy a 2021-2035 ötig terjedő időszak gördülő fejlesztési tervét akkor a előbb elhangzott formában módosításra kerüljön, azt kérem szavazni, szíveskedjen. Köszönöm szépen. Negyedik napirendi pontunk 2022-2036 közötti időszak kéziközmű rendszer gördülő fejlesztési tervének jóváhagyása. Ugyanúgy, mint ahogy előző éven is elfogadtuk, ezen az éven is elég terjesztett a Borsodvíz erre az időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének a tervét. És mindenki megkapta, lehetett tanulmányozni, vannak benne jó és kevésbé dolgok, erről a bizottsági ülésen tárgyaltunk, beszéltünk is szerintem elég sokat. Megkérem elnök urat, hogy tájékoztasson minket a bizottság állásfoglalásáról. Hát a bizottság állásfoglalása a 2022-2036-os víziközműrendszer gördülőfejlesztési tervének a képviselőtestület felé elfogadása ajánlja, de rövid, közép és hosszú távon is sem az ivóvíz, sem a szennyvízben nagyobb beruházás nem várható, tehát nem látszik ebből a tervből. Most ajánljuk elfogadásra, de későbbiekben tárgyalást kérünk kezdeményezni a Borsodvízzel, hogy minél többet vissza tudjanak forgatni az elhasználódott ivóvíz hálózat korszerűsítésére. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Elnök úr összefoglalta röviden tömören, hogy a bizottság milyen állásponton van. Én azért azt gondolom, hogy a használati díjából befolyó összeg, ami 51 néhány millió forintra rúg a vízrendszer tekintetében, ott azért nagyon nehéz elfogadnunk önkormányzatként és a vízrendszernek a tulajdonosaként, hogy rövid, hosszú és középtávon, ahogy elnök úr is említette, semmilyen beruházás nem tervez, sőt, gyakorlatilag egy 6%-os azonnali feladatok elvégzésére rendelkezésre álló forrást határoz meg, ez körülbelül 4 millió forint ebből az 51 millió forintból, és csak azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a bizottság is azért hozta ezt a döntést, vagy javaslatot, mert úgy gondoljuk, hogy legalább ebből a 51 néhány millió forintos használati díjból azért valamilyen szinten arányaiban sokkal nagyobb összeget kellene a vízrendszerre fordítani.
főleg akkor, amikor még itt az lesz cement hálózat működik a településen, illetve sok olyan probléma van, amik egyébként szépen le vannak írva, hogy milyen jellegű felújításokra lenne szükség, illetve pótlásokra vagy beruházásokra, csak éppen nem tervezi ebben a bizonyos időszakban. De még csak úgy sem tervezi, hogy mondjuk egy pályázati forrás önerejeként. Tehát én úgy gondolom, én a magam részéről elmondtam a bizottsággyűlésen is, hogy megértem azt, hogy most ez a hivatal felé egy kötelező feladat, hogy ez a fejlesztési terv elfogadásra kerüljön, de mindenképpen tárgyalnunk kell a Borsod vízzel a továbbiakban, hogy ezt rövid, közép, illetve hosszú távon nem fogadható el az önkormányzatunk részéről ez a görbülő fejlesztési terv. Köszönöm szépen, mint arról már szó volt. Tudjuk, hogy a Borsod víz elég súlyos építési problémákkal küzd, ezért nem is várható az, hogy a jövőben 100 milliós nagyságrendű beruházások megvalósuljanak maximum pályázati forrásból. És ezzel nem is kaptuk meg a tervezetet, és a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé napokon belül nekik produkálni kell a képviselőtestület döntését, ezért úgy gondolom, hogy ezen az élem már így én elfogadásra ajánlom, viszont a polgármester úrnak teljesen igaza van érveiben, és a jövő évben pedig időben ez alapján áttárgyalva, mit szeretnék látni tőlük, velük egyeztetve, mi ezt minden éven el kell fogadni, ezért a jövő évén úgy gondolom, hogy lehet változtatni, úgyhogy közösen előttán beszéljük, hogy mit szeretnénk. Valakinek még esetleg visszavétel, hozzáfűzés? Beszéltünk már ezelőtt egy, nem tudom, hosszabb ideje, mert ugye a pandémia azért csak közbeszóltam mi minden napjainkban, szennyvízről, azokról a részekről, ahol ugye műszaki hiba miatt a mai napig nem lehet megvalósítani a csatlakozást. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ők, mint szolgáltatók bizonyos dolgokkal azért úgy elég rendesen tartoznak velünk. És a lojalitás valameddig, de másfél-két évvel ezelőtt, amikor beszéltünk erről, ugyanezt láttuk. És akkor is arról szóltam, hogy már akkor az volt a mondat, hogy várjunk, mert ott lesznek bizonyos átszervezések, módosulások, akár magában a Borsod vízbe is, vagy akár magában a szolgáltatóba is, és akkor majd meglátjuk, hogy akkor hogyan lépünk tovább. Úgy néz ki a történet, hogy most gördítjük magunk előtt ezt a dolgot, úgyhogy mindenféleképpen én azt gondolom, mint ahogy itt beszéltünk rövid, közép és hosszú távú célról, nekünk kellene nagyon gyorsan egy rövid távút összerakni nekünk, és megmutatni nekik, hogy mik azok a problémáink a településen. Ugye, amit én már elmondtam, ez az egyik, hogy szennyvízbekötések nem tudnak megtörténni azért, mert nem volt megfelelő műszaki kivitelezés. Nem tett róla az állampolgár. Meg kellene néznünk, hogy ott van-e kötelezettségünk azzal kapcsolatban, hogy mennyi szennyvízes rákötésünk legyen. Nem kellene agyon terhelnünk az állampolgárainkat talajterhelési bírsággal, hanem inkább meg kellene oldani, mert hogy az a végcélja egy talajterhelési bírságnak, hogy a talajt ne terheljük tovább. Akkor meg azt kellene valahogy megsegítenünk. Azt gondolom, hogy ez az első olyan etap, ami a rövid távú célok között mindenféleképpen kell, hogy szerepeljen. Persze nem csak ez, biztos, hogy több. Semmi más lényege nincs a mondandómnak. Én azt gondolom, hogy talán még a jövő év is messze van ahhoz, hogy mi a rövid távú célokról ezekben az ügyekben gondolkodjunk. Hamarabb kell. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Annyit hozzáfűzök, hogy ezeket már hozzákezdtük tárgyalni, tehát amit most képviselő úr említett, ez is szóba került. Közben már elkészítették a teljes Ethernet hálózatunk kicserélésére a terveket, pont azért a kérdésünkre, hogyha kijönne egy kérdés pályázat, és be kell adni a terveket, mi akkor kezdjenek hozzá, hogy megtörtént a Globusnak a teljes belső tisztítása, felújítása, hogy tisztább ivóvízünk legyen, tehát az ilyen apró kéréseket évközben egy kicsit védeni őket, mert ami nem került túl nagy befektetésbe, azt elvégzik. Ilyen volt például a Jókai utcán fel kellett a nyomvonalsijezést ugye törjük, ügyvezető úr nem
merte bevállalni a tömörítést, nehogy a szennyvízcső összeroppanjon. Egy telefon volt, jöttek, kiszálltak és ők elvégezték a tömörítést, vagy amikor például Szegedié került az alkotmányon, kaptam a visszajelzéseket, hogy akkor vagy szaknafedő úgy kiáll, hogy rámegy egy kamion, akkor éjszaka felkelnek rá. Jeleztem, jöttek, lebetonozták. És még ezt is sorolhatnám, tehát nagyon, hogy segítők és szakembereik vannak, magáról az vállalatnak a financiális gondjairól nem úgy tehetnek. De a jövőben, amit tudunk még jó, ebből a helyzetből... Értem, ez most vízről szólt túlnyomó részt, én azt gondolom, hogy az, hogy szennyvizet csináltak, az nemrég volt, nehéz lesz rá pályázatot benyújtani, mert annyira közeli a történet, és a szennyvízben vannak olyan tartozásai a kivitelezőnek, feltételezem én, hogy a kivitelezőnek lehettek, amelyek nincsenek orvosolva az állampolgárok felé, és van több ilyen. Ez az egyik probléma, a másik probléma pedig arról most jelen pillanatban mi önkormányzatként nem tehetünk, hogy a Borsod Víz úgy vette ezt a rendszert át, hogy ő ezeket nem nézte meg, és ő neki kell vele szembesülni, ő meg nem akar. Akkor nem akartam személyeskedni, mert akkor nagyon személyes lesz, és nem akartam konkrét példát mondani, de én már beszéltem a Borsod Vízzel egy ügyben, egy üggyel kapcsolatban, és semmi nem történik. Bármennyire segítőkészek a szakemberei, nálam ez a történet megbukott. Ez az egyik. A másik pedig, hogy az állampolgárainkat terheljük meg a talajterheléssel, amikor több százezer fontos talajterhelésekről beszélünk, azoknál az embereknél, ahol segítséget kellene egyébként is mondtam. A talajterhelési díjat az biztos, hogy nem tudjuk kifizetni, János. Nem kifizetni kell, Isten meg. Nem. Azt kell elérnünk, hogy ne kelljen fizetni az állampolgárnak, mert a valós célunk az, hogy ne terheljük a talajt, de ha nem terheli az állampolgár a talajt, akkor nem lesz talajterhelési díja, és így nem sújtjuk agyon. Tehát azt kell elérnünk, hogy az állampolgár átussa. Így van, azt kell megsegíteni. Viszont a Borsod Víz üzemeltető, és azt mondta, hogy ő megkapta a rendszert úgy, ahogy megkapta, onnan átvette, és ő nem tehet a előzetes hibákért. Tehát ami a kivitelezésből származó hibák, és el lett ugye fogadva két évvel rá, arról nem tehet, és mi nem is kényszeríthetjük rá semmilyen úton, hogy azokért ő feleljen. Alpolgármester úr? Egy picit, tehát két dolgokról van szó. Az egyik az képviselőtársának teljesen igaza van. Ez néhány embert érint egyébként gondolom, ez a, aki rá akarna kötni, de műszakileg nem megoldott ez a kérdés. Ez ebben a bővülőfejlesztési tervben kellene egyébként benne lenni, és ebből a használati díjból le lehetne finanszírozni, hogyha nem az szerepelne most is benne, erről beszéltünk bizottsági ülésen is, ha nem az szerepelne benne, hogy rövid közép is hosszabb semmit nem tervez, mert azt írja, hogy ez általánosan megfelelő üzemképes műszaki állapot, nem indokolja, hogy egyébként hozzányúljon beruházás szempontjából, vagy akár felújítás szempontjából a szennyvízrendszerhez. Ettől sokkal-sokkal erősebb probléma az, ami szóba került, hogy az a rendszer, amit üzemeltetésre a Borsod Víz átvett, az rengeteg kivitelezési hibával volt fémjelezve, és a Borsod Víz ugyan üzemeltetői hozzájárulást adott, mert átvette, de gyakorlatilag most a Jókai utcánál, és erre már utalt polgármester úr, kijött az, hogy ki kell emelnünk az aknafedlapokat, a szennyvíz aknafedlapokat, amiatt, hogy ne bakkanjanak az autók az új úton, hogyha már aszfaltozunk, akkor legyen rendesen megcsinálva. És ott volt egy nyomvonal süllyedés, és még ezt se tudtuk a Borsod Vízre úgy ráterhelni, hogy ezt a nyomvonal süllyedést ő, mint üzemeltető csinálja meg, mert hiszen egyértelműen a szennyvíz nyomvonal volt megsüllyedve, hanem egy ilyen közös összfér megoldásból, hogy a KFT, az önkormányzat, az útkivitelező és a Borsod Víz koprodukcióban csinált meg egy olyan munkát, ami alapvetően az üzemeltető vagy a kivitelező feladata lenne garanciális munkában. Tehát én azt gondolom, hogy ami történt, azon nem tud mit kezdeni. Tehát átlettek végre ezek a rendszerek, olyan hibákat terheltek, amilyennel, de amit képviselő úr mond, szerintem pont, hogy ezeknek benne kellene lenni a beruházási és fejlesztési tervben, például, hogyha van 4-5 olyan lakos, aki ugyan rákötne a szerencsétlen, de nem tud, mert hiszen nincs kiépítve a rendszer, és ez nem egy olyan horror összeg lenne, mert szerintem pár millió forintból megoldható. Igen, ezeknek benne kellene szerepelni. Én erre mondtam azt, hogy ugyan most fel fogjuk emelni a kezünket és el fogjuk fogadni, de legalább ezeket a dolgokat
Én azt javasoltam a bizottság ülésen, hogy meg kellene határozni, hogy legalább a használati díjból egy 10 millió forintos nagyságrendben éves szinten priorizáltan az önkormányzattal közösen egyeztetve végezzenek el feladatokat. Mint ahogy tavaly az aszbeszt cement hálózatnak a mindig benne szerepelt, a, most is benne van, hogy mennyibe kerülne becslés szerint a kiváltása, de sose készültek rá tervek. Megcsináltuk ugye a értsük jól a hisztit, nem fogadtuk el a gördülő fejlesztési tervet, és most van egy 2,5 millió forintos terv a kezünkben, amiből legalább látjuk, hogy ez a becsült összeg az mennyire volt reális. Rögtön vissza is esett 1,5 milliárdról 980 millióra a kivitelezési költség, ami persze most már biztos megint felmenne, de tehát ezek azok a dolgok, amikre nekünk, én úgy gondolom, hogy felelősséggel tartozunk, elfogadjuk, de utána a következményét látjuk, hogyha most úgy fogadjuk el, hogy nincs semmilyen beruházás, akkor joggal feltetjük a kérdést, hogy egyébként meg nem csinált semmit a szolgáltató, mert nem is köteleztük rá, terv szerint sem. Úgyhogy... Persze nehéz, mert egy olyan lovon ülünk, ami nem csak mi ülünk. Ezt én értem, tökéletesen értem, csak hogy a lakosoknak meg azért valami, vannak dolgok, amikkel tartozunk, és a bekötésen túl, ha nem tudom, hogy mennyire emlékeztek vissza, akkor én említettem, én nem fogom tudni szakmailag is, bocsánatot kérek érte, mert én nem értek ehhez, de Mátyás király alja, ott lenne a vályoggödör, és ott van egy tisztító, vagy átemelő, vagy valami, van ott egy átemelő. Na, hogy ott arról már beszéltünk többször, hogy ott a Mátyás király alján az embereken néha az összes létező fekália az udvaron átjön, annak a nem megfelelő minősége miatt, vagy nem tudom, szakmai nem... Valóban nem tervezve az a szivattyút, ami ott üzemel, és ez okoz néha problémát. Igen, és hogy ezekkel azért foglalkozni kell, én csak azért szeretném ezt elmondani és jelezni, mert tökéletesen egyetértek a polgármesterről, amit mondtál, hogy igen, kell kényszerítenünk, csak ezek olyan jelölő problémák, amire én azt gondolom, hogy ne kezdjünk el táncolni rajta, hogy majd jövő év, hanem akkor mondjuk meg konkrétan, hogy szedjük össze egy hónap vagy két hónap alatt, és mondjuk meg év végéig, hogy úgy induljanak el januárban ők, mint borsodvíz, hogy ez már pedig az első negyed évben vagy fél évben igenis ezeket a dolgokat rendbe kell tenni. Úgyhogy én csak emiatt szóltam, semmi másra. Értem az egészet, azt is értem, hogy most ez egy nehézkes helyzet, azt viszont mindenféleképpen képviselnünk kell a borsodvízzel szemben is, hogy vannak olyan dolgok. Én bocsánatot kérek, csak annyit erre, hogyha holnap után én veszek egy gyönyörű szép autót, és négy nap múlva nem indul be, és nem lehet bizonyítani ott a felelősségét a másik félnek, aki eladta, akkor bizony azt én fizetem ki. Ennyit arról, hogy ő mit vett át. Kérem a megfelelő szakbizottságot, hogy minél hamarabb akkor megfelelő szakemberekkel leülve megkérdezi a borsodvizet, hogy milyen divai bejelentések voltak az elmúlt időszakokban, kik azok, akik esetleg azért nem tudtak rákötni, mert műszakilag nem megoldható, nem saját maguk okán, és akkor elkezdünk tárgyalni velük, és a jövő évi gördülőfejlesztési tervet már ennek függvényében fogjuk elfogadni. Én csak annyit szerettem volna hozzámondani, köszönöm szépen, hogy itt, ahogy megnéztem a gördülőfejlesztési tervet, akár ivóvíz, akár szennyvíz tekintetében, hiszen nem látja mindenki, aki küldött anyagot, hogy sem rövid, sem közép, sem hosszú távon nem terveznek benne 2036-ig semmiféle felújítást. És azért ez az 8 kilométer, azt hiszem a polgármester annyit mondtál, az azbeszt ivóvíz, igen, az azért elég komoly dolog, és ez is amit, ez a szennyvíz, aki szeretne rákötni, és emiatt nem tud. Milyen következménye van annak, hogyha mondjuk nem fogadjuk el ezt a gördülő fejlesztési tervet most? Jövő éven ugyanígy el kell fogadni. Tehát, hogyha, és ha közben jön egy pályázat, és az állam ad rá 1 milliárd forintot, akkor nem tudom vénye, hogy most ezt elfogadtuk, vagy nem fogadtuk, mert attól, hogy neki nincs pénze, megkapja rá pénzt. De gyakorlatilag akkor most nem nagyon van más választásunk, mint hogy elfogadjuk, és azonnal elkezdjük előkészíteni a következő éven, amit szeretnénk megkapni a borsodvíztől. Igen, ráadásul most ez határidős, tehát most nem fogadjuk el, akkor pénteken legkésőbb szerintem utoltestületi ülés. De én azt gondolom, hogy az elfogadásnak is feltételül kell szabni, hogy ennek a módosítási javaslatnak, ennek, vagy a módosítási a folyamatnak el kell.
bocsánat, polgármester úr, ez is csak egy vélemény, és lehet, hogy kivitelezhetetlen. De én azt gondolom, hogy ne a borsóvíz kezdjen el felmérni, meg előszedni, mert például nálunk semmilyen papír nem készült. A mi esetünkben nem készült feljegyzés hivatalos, hiába kerestük meg őket hivatalosan. Úgyhogy ha lehet, akkor, és tudunk valamilyen módon a mi rendszerünkben meg tudjuk találni azt, hogy hogyan találjuk azokat a pontokat, ahol tényleg jogos lehet ez a probléma, akkor inkább mi keresünk meg, és akkor konkrétokkal menjünk oda. Mert nem biztos, hogy az ő rendszerükben lesz. Nem biztos, hogy jelentkezett már. Vagy ha jelentkezett, az sem biztos, hogy jelentkezett, meg az sem biztos, hogy ha jelentkezett, akkor nem az volt, hogy jó, hát persze majd megoldjuk, és már a gondolatmenetben az volt akkor is, hogy nem mi voltunk a kivitelezők, hát hagyjuk ezt az egészet. Köszönöm. Én is köszönöm. Tehát aki az előbb említett formában, és ezekkel a feltételekkel el tudja fogadni a 2022-2036 közötti időszak víziközműrendszer gördülő fejlesztési tervét, az kérem szavazni szíveskedjen. Akkor két tartalmányban kitartózkodunk? Ellen. Ellen? Nem tartózkodik. Vagy igen? Akkor nem. Akkor egy nem. Köszönöm. Én köszönöm. Ötös napirendi pontunk, első lakáshozító támogatási kérelmének elvírálása. És lesz itt. Jól emlékszem, 4-en adták be a kérelmet, és ebből egy, aki elfogadásra került. A többiek azok az egyfőre jutó, rendeletünk szerinti egyfőre jutó jövedelemnek nem felelnek meg. Erről 4 határozatot kell, hogy hozzunk, személy szerint a beadókkal. Ugye ezt is tárgyalta a bizottság. Megkérem elnök urat, hogy mondja el, hogy mire jutottak. Így van, bizottság tárgyalta. Név szerint mondjam, hogy melyiket? Nyugodtan, mert nem lakcímet és én is elmondom, csak nem adottam. Így van, tehát a Lukács István, Lukácsné, Angyal, Anita, beadványa ugye elfogadásra került, tehát ők egyfőre jutó jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj háromszorosát. A második beadvány Nagy Sándor, Nagy Adrián beadványuk elutasításra került, az övék meghaladja. Kovács József és Horváth Vivian Rebeka szintén egyfőre jutó jövedelme meghaladja, és a német Roland németné Arlett Boglárka jövedelme is meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj háromszorosát, tehát ők is elutasításra kerültek. Ebben a formában a bizottság képviselőtestületének elfogadásra ajánlja. Nagyon sajnáljuk, de a jelenlegi rendeletünknek rendeletünk szerint nem tudunk más határozatot hozni. Tehát aki egyetért azzal, hogy Lukács István köszönöm. Én két mondatot adtam, mert az a bizottsági ülésen is elmondtam és beszéltünk róla, hogy az a baj, hogy ezzel a szabályzóval, ami most a rendeletben él, és ez egy nagyon régi rendelet, pont azokat zárjuk ki ebből a juttatásból, akik tisztességesen próbálnak megélni, családot akarnak alapítani, Tiszalucon akarnak, vagy vettek házat, mert ugye ez a feltétele. Itt akarnak letelepülni, itt fognak a gyerekeik iskolába, óvodába járni, tehát arról beszéltünk a bizottsági ülésen, és ebben egyetértés volt, hogy lehet, hogy meg kellene vizsgálni azokat a feltételeket vagy szabályzókat, amik most a rendeletben például ezeket a fiatal családokat kizárják, mert arról is beszéltünk, hogy például itt 2 vagy 3 család esetében nincsen gyerek. Tehát, hogyha 1 vagy 2 gyerek lenne, akkor már rögtön 4 felé menne az a bizonyos jövedelem, amiről most szó van, és akkor lehet, hogy már bemenne az alá, kordát alá, hogy lehetne őket támogatni, de hiszen pont azért fiatal pályakezdők, házasok, lakásvásárlók, mert még ezelőtt állnak. Tehát itt igazából ez lenne a lényeg, hogy a szakbizottságnak, és én javaslom, polgármester úr, hogy a szakbizottság ezt vizsgálja meg, hogy tudnánk esetleg a feltételeken úgy módosítani, hogy ezeket a fiatalokat bezárjuk ki ebből a támogatási körből. Köszönöm szépen, mint ahogy biztos. Bocsánat, csak 2 tisztító kérdést hozzá. Ebbe bemegyünk, ebbe másodszor, ebbe a csapdában, mert szerintem bementünk egy éve is, akkor is beszélgettünk már erről. És
csak amiatt jegyzőnő tisztelettel, csak hogy tisztában legyünk a képlettel. Tudunk egyáltalán föntebb menni, mert hogy ezt államtól célzottan kapott pénz is? Ez a szociális keretünkben van. Szociális keretünkben van. Amiből föntartjuk a szociális... Igen, tudom. Illetve a szociális egyenlőséget. Magyarul tudjuk... A támogatást, tehát gyakorlatilag a szocnormatívát adjuk. Jó, magyarul tudjuk úgy szabni a rendeletünket, adott esetben nem tiltja semmi sem, hogy akár itt a... Mert én láttam itt a legmagasabb egyfüleső jövedelmet is, hogy akár az is beleférne. Magyarul nem tiltja, más törvény nem tiltja, ezt szerettem volna csak tudni. Jó, oké. Okay. Mindenféleképpen kell szociális rászorultságot vizsgálni, tehát jövedelmi igazolást tenni kell. Jövedelem határt a képviselőtestület maga állapítja meg, viszont megállapítja, akkor aki beadja és megfelel neki, annak folyosítani kell. Ezt az előző testületülésen is elmondtam a szociális rendeletmódosításokon. Igen, és mivel igaza van képviselő úrnak, tehát tavaly is beszéltük, és még ez idáig nem történt meg, akkor ezt sürgősen kérném a szakbizottságot, hogy tárgyalja meg, és amennyiben megállapítunk egy új keretet, amit azért is kell növelni, mert 2011-es a rendelet azóta a minimálbérektől kezdve minden emelkedett, tehát egy újabb sávot kell, hogy hozzáigazítsunk ehhez a rendelethez. És amennyiben van olyan az elmúlt időszakban, tehát tavaly is a most beadott kérelmek között, aki ebbe az új sávba beleesik, meg kell fontoljuk, hogy őket egyedi kérelem alapján beemeljük majd. Hát, megint van. Egyedi kérelem alapján nem lehet szociális normatívot nem a szociális Vagy a rendeletet úgy kell, a szabályzóit úgy kell igazítani, hogy újból lehessen nekifutni ennek a kérdésnek majd. Nem visszamenőlegesen, nem, új kérelemmel. Csak hogy, mert hogy itt május 31 meg valami ilyesmi van, nem? Beadási határidő, és akkor utána, és egy éven egyszer van, majd azokat a szabályzókat is meg kell akkor a rendelet módosításnál nézni, és lehet úgy igazítani, hogy az most akkor közel legyen újból azoknak, akiknek úgy gondoljuk, hogy szükséges. Jó, köszönjük szépen. Tehát aki valakinek van még esetleg kérdés hozzászólás, hogyha nincs, akkor aki Lukács István és Lukácsné Angyal van itt a rendelet szerint megfelelnek és támogatandónak ítéli, azt kérem szabad és szíveskedjen. Köszönöm szépen. Aki Nagy Adrián és Nagy Sándor kérelmét a rendeletünk szerint nem felel meg a rendeletünknek, ezzel egyetért, azt kérem szavazni szíveskedjen. Ugyanígy, aki egyetért azzal, hogy Kovács József és Horváth Vivien Rebeka kérelmet nem megfelelés miatt elutasításra kerüljön, azt kérem szavazni szíveskedjen. Aki ugyanígy Németh Roland és Némethné Arlett Boglárka beadott kérelmét nem ők sem felelnek meg a rendeletünknek ezzel egyetért, ezt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk 6-os 2021 évi közmeghallgatás időpontjáról dönt is. A ez évre tervezett közmeghallgatásunk, kötelező közmeghallgatásunk időpontja november 19-e 14 óra, helyszíne pedig a Művelődési Ház. Bízunk benne, hogy ugye tavaly pandémia miatt elmaradt, hogy tavaly igen. Év elején megtartottuk, tehát a tavaly is megvolt. Bízunk abban, hogy ezt is meg fogjuk tudni tartani. Akinek megfelel az időpont, az kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Közmeghallgatásunk tervezett időpontja 2021. november 19-17 óra Művelődési Ház. Az Erzsébeten fognak közölni. Meleg lesz, én csak ebben nézok. Mert ha kopogós, akkor tudod, karácsony, akkor vége. Meleg legyen.
Következő napi rendi pontunk Tér Katalin Tiszaluti Fények és Legendák című kiadványából vásárlása. Nagyon vártuk volt kolléganőnek ezt a könyvét, szeretném bemutatni mindenkinek. Egy nagyon impozáns megjelenésű, tartalmas kis könyvecske, ami ahogy a címe is sugallja, tiszaluci tényeket is közöl, és az általa megtalált legendákat is. Én úgy gondolom, hogy ha ebből megvásárolunk 50 darabot, azzal, akik ellátogatnak hozzánk, és kapnak ilyen ajándékot, az országosan viszik településünknek a hírnevét. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen támogatnunk kell, és segítenünk őt is ezzel, és gratulálok egyben neki ehhez a kis kiadványához, könyvéhez. Nem tudom, hogy akinek van még esetleg hozzászólása. Jó lenne, ha minden Tiszaluciak a könyves polcán lenne belőle a kiadvány. Bízunk benne. Tudom, hogy már most a falunapon is árulta, úgyhogy remélem, hogy előbb-utóbb minden háztartásban ott lesz a polca. Akkor aki egyetért azzal, hogy nagy kiségünk, hogy kormányzata vásároljon 50 darabot az itt bemutatott könyvből, az kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program keretében Tiszalusz tájház épület felújítására, pályázat benyújtásáról döntés. Ugye ezt mindenki tudja, hogy ez egy olyan pályázat, aminek az A komponensét benyújtottuk, megnyertük és el is készültek a terve. Tehát a szakmai terv, ami tartalmazza a népi építészeti elemeket és az udvar kialakítását, az elkészült. És a B komponens, amit szeretnénk beadni, megpályáznánk erre a forrást. Ebből kivitelezőt is találni. Amit tudni kell, az az, hogy 20% önrész, ha jól emlékszem, amit ez a pályázat megkövetelés, az 4 millió forint. A jövő valószínűleg már a jövő költségvetésünk terhére. Tehát ennek függvényében kérem átgondolni, és majd dönteni a testületi tagokat. A bizottság tárgyalta. Köszönöm szépen. A bizottság tárgyalta, és képviselőtestület felé elfogadásra ajánlja, mert úgy érezzük, hogy olyan értéket képvisel a tájház, ha elkészülne, akkor pedig nem csak a tiszaluciaknak, hanem minden ide látogatóknak egy központ lehetne. Köszönöm szépen. Aki egyetért... Bocsánat, csak 5 mondatban, hogy mennyire értékes a tájház, és hogy miről szól ez a program. Ez, hogy most látjuk itt az A komponens, B komponens, és hogy ki van írva, meg hát teljesen más jellegű, a Teleki László Alapítványnál teljesen más jellegű ugye népi kulturális programokkal kapcsolatban is vannak kiírások, de hogy ezekben a programokban jelen pillanatban csak azok a tájházak férnek be, akik 2002-ben fent voltak egy listán, amely lista a Tájházak Mozgalom címmel elkerült oda, hogy majd világörökség részévé váljanak ezek az épületek. Úgyhogy pontosan amiatt van ennek az apropója, úgyhogy lehet, hogy amit itt fejben hirtelen végig gondolunk, hogy igen, nagyon jelentős és sokat ér a tájházunk, a szakemberek még ettől is többet gondolnak ebben az ügyben, és ezért fontos ez, hogy ugye elkészültek a tervek, 20 millió forintról beszélünk is 20% önrészről, és ugye most már ott tartunk, hogy bent van a megfelelő helyeken, úgyhogy a Műemlékvédelmi Hivatalnál is bent vannak a tervek, rövid időn belül választ kapunk arra is. Október 21-e a dátum, és ezért van az, hogy döntést kell hozni róla, amíg be lehet nyújtani a második komponest. Köszönöm szépen, Kisztián urat kértem meg arra, hogy koordinálja az A komponensnek a dolgait. Aki egyetért azzal, hogy a Teleki László Alapítvány Népi Építészeti Program keretében Tiszaluszi tájház épület felújítására pályázatot nyújtsunk be, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Következő napi rendi pontunk Tiszaluszi Táncsis utca 42 szám alatti ingatlan felajánlása. Szerintem mindenki tudja, láttátok is, volt rá lehetőség megtekinteni, ez a Gyemesi Péle szülői ház, amiről most szó van. És ez egy helyi védettség alatt álló
módon épület, amit úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne az önkormányzat tulajdonában tudni. És azt kell még tudni erről a vételről, hogy nem az idei, hanem a jövő évi költségvetés terhére fog egyéni megállapodás alapján megtörténni. Ezzel kapcsolatban esetleg van-e valaki? A bizottság tárgyalta, és megkérem elnök urat, hogy tájékoztasson minket, hogy mi a bizottság véleménye. Köszönöm. A bizottság tárgyalta, és egyhangulag támogatjuk az önkormányzat vásárlási szándékát. Igazán még ugye nincs eldöntve, hogy mi ilyen szempontok alapján is mi működne ebben az épületben, de ezt a házat nem szabad, hogy tönkre menjen, nem szabad olyan emberek kezébe kerüljön, akik nem értékelik, tehát egyhangulag támogatjuk és megvásárlását ajánljuk a képviselőtestület felé. Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás, hogyha nincs, aki egyetért azzal, hogy a Tiszaúsz Társis utca 42 szám alatti ingatlan megvásárolni jövő évi költségvetés terhére, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. A következő napi rendi pontunk, vásárokról és piacokról szól 14.2004 évi rendeletünk hatályon kívül helyezése. Megkérem a alpolgármester urat, illetve jegyzőnőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Hát szerintem mindannyiunk számára ismeretes az a tény, hogy a piac azért a településen nagyon komoly érdeklődésre ad számot az utóbbi időszakban. Ennek különösebb oka az, hogy az a rendelet, ami szabályozza a településen ennek a működését, az egy elég régi és már sok pontjában nem is helytálló rendelet. Tehát igazából az nem kérdés, hogy a rendeletet újra kell alkotni és egy új szabályozást kell meghozni. Ami viszont nagyon fontos az, hogy a pandémia időszak alatt nem nagyon volt arra lehetőség, hogy így testületülés keretében tárgyaljunk erről a kérdéskörről, és ez egy elég fontos kérdés, mert nagyon sok összetevője van. Tehát itt nem csak magáról a piacról, a kistermelői, jelenleg kistermelői piacról beszélünk, hanem a vásárokról, helyi vásárokról, vásártartásról, aminek egy ilyen változata a népkertben kialakult egy szokásjog alapján az elmúlt években, de ugye a rendeletünk nem megfelelősége miatt nem szabályosan működik, ezért nem tudjuk most abban a formában működtetni, hogy az elmúlt években megszokott volt. Tehát most jegyzőnő és egy kis stáb a polgármesteri hivatalban összeállt, és gyakorlatilag minden vonatkozásában mértük azokat a dolgokat, amik szükségesek ahhoz, hogy az új rendelet megalkotásra kerüljön. Tehát ennek már van egy tervezeti formája, de rendeletről lévén szó azért elég széles társadalmi kört kell megkérdeznünk, illetve véleményeztetnünk, hogy mindenki számára, a vevők, az eladók, az árusok számára is megfelelő legyen. És ezért egy ütemte szerint működne most ez a történet, amelynek az első lépése az, hogy hatályon kívül kellene helyezni ezt a már sok szabályos dolgot nem tartom. Értem, nem is szabályos, hanem nagyon sok változás volt az elmúlt időszakban, és nem követte le a rendelet. Tehát ez lenne az első, a hatályon kívül helyezés, és aztán több lépésben az új rendelet megalkotása, majd a legvégén az pedig a üzemeltetői és egyéb jogköröknek a meghatározása, amiben el kell majd döntenünk, hogy piacainkat, mert itt akár több piacról is lehet szó, nem csak a termelői piacról, hanem használtcikk piacról, iparcikk piacról, illetve vásárokról, amelyiknek a jellegét, gyakoriságát, helyét meg kell határozni, tehát ez egy nagyon komoly munka lesz itt az elkövetkező hetekben, hónapokban, aminek a eredménye az kell, hogy legyen, hogy teljesen szabályozott körülmények között tudjon működni mind a piac, mind a vásárok a településen. Nem tudom, esetleg,
edzőnyel, amivel lehetünk kiegészíteni? Annyi, hogy gyakorlatilag tervek alapján a községi üzemeltetési Kft-t fogja majd üzemeltetni tovább is a piacokat, és gyakorlatilag tudni kell, hogy a napi első, amivel megpróbálkozik a Kft, majd a napi élelmiszer és világpiac üzemeltetése. Jelenlegi piacnak, tehát a termelői piacnak a helyén lenne majd kialakítva, de ugye ez működési engedélykotást áll jelenleg. A termelői piacosok nyilvántartásba kell betetni, azt a helyi jelzőnél kell nyilvántartásba betetni. Azért volt egy termelői piacon, mert azt csak én nálam kellett, és csak nem is kell átadni más jelzőnek, tehát én vettem nyilvántartásba. Viszont a rendes napi élelmiszer és világpiacot, akkor nem csak termelők, hanem kereskedők is árulhatnak, az már engedélyköteles tevékenység, ahol szakhatóságok fognak hozzájárulni, hogy lehet, hogy nem megfelel maga az ingatlan annak a célnak, vagy nem. Tehát ez nem a jegyzőn fog múlni, hanem a szakhatóságokon fog múlni, illetve a területeken. Tudom, tapogatózós megérni. Úr, amit én még ki szeretném készíteni. Ja, bocsánat, akkor lehet, hogy elég lesz az nekem. Nem arra kérdeztem volna, nem baj. Meghallgatom. A terveket két gondolat elején kiegészítem. Tehát a terv az az, hogy ha ideiglenesen a Népkertre kérnénk használt és iparci piacra engedélyt. Hát reményeink szerint megkapjuk, hogyha nem, akkor újra tervezünk. És ezt ideiglenes jelleggel. És ez azért ideiglenes jelleggel, mert hogyha van egy olyan pályázat, ami érinti a Népkertet, akkor is megszűnik. Ugye tudjuk azt is, hogy a rekordtán pálya is eredetileg oda lett tervezve, tehát hogyha megépült volna a rekordtán pálya a Népkertben, akkor most nem lenne nagyon miről beszéljünk. Most addig megpróbáljuk törvényes mederbe terelni a Népkertnek a sorsát is, ahova ki tudnak majd menni, hogyha megkapjuk rá az engedélyt, a helyiek is akár babaruhákat árulni megadott napokon, vagy a vegyes árucikkeset. Ez az egyik, a másik pedig, ahogy említette jegyzőnő, a jelenlegi kistermelői piacunk funkcióját, hogyha napi élelmiszer és virágpiacát tudjuk engedélyeztetni, akkor a viszonteladók is helyet kaphatnak, nem úgy, mint a jelenlegi formában, és így kiszorulnak közterületre. Remélem, hogy minél hamarabb túl leszünk rajta, és bízok abban, hogy mind a két tervünk megkapja az engedélyt, mert már a település nagyon várja, hogy visszaálljon minden a régi formájába, viszont a településnek meg kell érteni azt, hogy törvénytelenül nem működhetünk. A képviselőtestület törvénytelen működéshez nem adhatja a nevét. És a jelenlegi formában, hogyha mi megengednénk, akkor ezt tenni. Képviselő. Két nagyon egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Az egyik, hogy látjuk-e azt, hogy akár a napi élelmiszer és nem tudom, hogy mondta, egy virágpiac, mikor várható, hogy oda eljutunk hozzá? Tudom, hogy nagyon meg... Legrosszabb eset. Ha holnap elkezdik, akkor szerintem két hónap, akkor kettő ez hónap. Kettő hónap. Akkor adventbe beférünk. Jó, ez lett volna az egyik kérdésem. A másik kérdésem pedig az, hogyha jól értelmezem én most, akkor adott esetben fogja a rendelet tartalmazni, igen, a rendeletbe fogunk-e olyat szabályozni, hogy milyen idővalomban veheti valaki igénybe ezt a területet. Magyarul lesz-e arra lehetőség, hogy valaki olyan bérleti szerződést kössön, amely akár egész hónapra, vagy folyamatos ugye üzletként, mert hogy akkor itt megjelenhettek üzletek, mint ahogy ezt látjuk is piacokon, zöldségüzletek, kisebb ugye élelmiszer, meg egyéb üzletek megjelennek, hogy lesz-e erre lehetőség, van-e ilyen elképzelés? A tervezetben, aminek itt dolgoztunk, és annálszor leültünk és beszéltünk a tervezetben, mindig olyan tudtunk, hogy van, tehát hogy van havi bérlésre, vagy három hónapos bérlésre lehetőség, és így tervezünk. Persze van a képviselő eset előtti, hogy fogadja a rendet. Tehát tervekben így készítjük elő. Viszont nagyon fontos kérdés, amire képviselőnál kérdeztél, mert tehát a maga piac az helyileg is lehatárolt, időben is lehatárolt és jellegében is lehatárolt. Tehát mind a két helyszínen, mind a piac téren
mostani a sport közben, mert ugye most jelenleg csak ott beszélünk piacról, vagy ha a népkenti légyenesen be van vonva, vagy most beszélünk egy fejlesztésről, ami vagy a kenyérgyárnak a területén, vagy egy másik területen esetlegesen egy pályázat útján megvalósítható. Gyakorlatilag a rendelet az úgy kezdődik, hogy lehatárolja, hogy használcik piac, melyik napon, hány órától hány óráig, melyik helyszínen. Piaci tevékenység, így ahogy említettek, helypénzzel, és a helypénz az asztalon árusítás, földön árusítás, pavilonba árusítás, akármilyen árusítás, ezeknek nyilván meg kell majd a díjköltségeit is a képviselőtestületnek a rendelet mellékletében határoznia. És igen, az lenne a célunk, hogy próbáljunk meg bizonyos időszaki szerződéseket, tehát 3 vagy 6 hónapos szerződéseket kötni, fix asztal bérlettel. Persze emellett is megvan a lehetősége, hogy valaki nem foglalja el időben, mert ezt is le kell szabályoznunk, hogy nem tudom én, 7 órakor indul a piaci tevékenység, vagy piaci működés, és hogy 8-ig nem foglalja el mondjuk a bérelt helyét, amit ugye 3 hónapos szerződés kötött, akkor helyjeggyel, vagy helypénzzel más is igénybe veti. Na és ezek azok a részlet szabályok, amik miatt most már sokat szorultunk le, és ezt nem lehet így egyik pillanatra a másikra, mert eddig egy helyszín volt legálisan ez a piactér, egy díjat használtunk, ami nem is erre lett megállapítva, hanem a közterület használatára egy 200-250 forintos négyzetméter ár. Most pedig bejön egy csomó olyan tétel, meg rengeteg olyan a jellegből adódóan olyan költségek, amiket egyesével végig kell beszélnünk, meg kell terveznünk, és utána ez alapján kell majd az üzemeltetőnek megadni az itinert, hogy mi alapján fogja majd a piacot működtetni. Még semmi nem dőlt el. Én azt gondolom, hogy ebben meg kell kérdezni az árusokat, meg kell kérdezni a lakosokat, meg kell nézni más gyakorlatokat, más piacokon, hogy hogy működik, és így egyben lehet. Meg kell kérdezni az üzemeltetőt, aki jelenleg működtetése legtöbb tapasztalattal rendelkezik, és akkor úgy lehet majd a rendeletet egy végső formában ölteni. És még ugye nem utolsó sorban felhívom a figyelmet, hogy jelen jogszabályok alapján 2021. december 31-ig új díjakat sem hoz, mivel lehet a képviselőtestületek sem pedig emelni. Értem, én csak hossz. Egy problematika, hogy már egy rendeletet lehet, hogy már tudtunk volna, hogy nem, sok egyeztetés. De ha oda is érjük a rendelet, akkor sem fogunk tudni díjakat meghozni december 31-ig. Én hosszú táv, bocsánat, én hosszú távra kérdeztem, és én arra gondolok, gondoljátok végig, hogy elmentek egy piacra, lehet, hogy egy lángosos, stb. Le van telepedve véglegesen, mert van értelme, hogy oda letelepedjen, és ha most belegondolok a helyiekbe, belegondolok helyi vállalkozásokba, vagy fiatalokba, akik majd vállalkozni szeretnének, lehet, hogy neki óriási előny, hogy nem kell építenie egy épületet, vagy összehozni dolgokat, hanem sokkal egyszerűbb módon meg fogja tudni oldani a piacon, ahol frekventáltan megjelenik rögtön a vevő köre is az adott ugye, szolgáltatásnak, sokkal egyszerűbben meg fogja tudni oldani egy 3-6 hónapos szerződéssel, ki tudja próbálni, és lehet, hogy abból tovább tud majd nőni. Én csak emiatt kérdeztem ezt. Vásár, vagy egy búcsút, azt vásárként piacként fogja szabályozni a rendeletben, és átadja szintén az üzemeltetőnek, vagy mondjuk az önkormányzat megtartja magának, és egyéb rendezvényként fogja megvalósítani. Ez szempontjából sem minden. Igen. Mert például egy... Nagyon sok kérdést kell megvitatni, és tudom, hogy ez már több hete mennek ezek az előkészítések. És tudom, hogy árakkal úgy, mert egy türelmet kérek, mert olyan apró részlet kérdéseket kell nem beszélni, átítolni ahhoz, hogy előterjesztést tegyen belőle, ami eddig kívülhetett, hogy köszönöm szépen. Akkor a további kérdés visszavételni, aki egyetért azzal, hogy a vásárokról és piacokról szóló 14/2004-es rendeletünk hatályon kívül helyezésre kerüljön, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen! Következő napirendi pontunk a non-profit KFC-nk bérkeret igénye. Megkérdezem ügyvezető urat, hogy tájékoztasson minket az igényére.
Köszönöm szépen, polgármester úr. Tisztelt testület, én azzal a kéréssel szeretnék a testülethez fordulni, hogy a gépkezelői munkavállalóink közül volt egy kolléga, akit az önkormányzat foglalkoztatott támogatással, tovább foglalkoztatási kötelezettség terhe mellett. Ennek a munkavállalónak a bérkeret az önkormányzat költségvetésében került betervezésre, munkaviszonya viszont időközben megszűnt. Én a feladat ellátásához szükséges rendelkezésállási időkeretet biztosítottam, azáltal, hogy sikerült egy nyugdíjas munkavállalót felvennem erre a posztra, viszont őt már a Nonprofit Kft. Vette föl. Illetve a meglévő másik gépkezelőmnek a szerződését is módosítottuk, így a település lakosság és az önkormányzat felé ugyanazt a rendelkezésre állási időt tudom biztosítani a gépkezelés szempontjában, mint ami eddig volt. Viszont az önkormányzatnál fennmaradó bérkeretet kérném szépen a Kft.-nek átadni, mert erre nekem a költségvetésemben nem volt fedezet. Köszönöm. Köszönöm. Tájékoztató. A bizottság tárgyalta és egyhangulag ajánlja elfogadásra a képviselőtestület felé. Semmilyen pluszköltsége nem jár, mivel ez az 5 hónapos bérköltség önkormányzatnál elvileg megvan, így van, csak a támogatásként akkor a Kft. Részére át kell. Összegszerűen 1 millió forintról van szó. Igen, 800 ezer, 1 millió a plafon. 900 millió. Ha nincs több kérdés, akkor aki egyetért azzal, hogy a Nonprofit Kft. Bérkeretet támogassuk, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Következő napirendi pontunk 10.34/3 és 0.34/4 helyrajzi számú ingatlanokon található faállomány értékesítéséről döntés. Emlékeztek rá, hogy a megvásárolt vízparti ingatlanokon található vágásérett erdőszelvényeket értékesítéséről már szó esett, amikor annó meghozta a testület azt a döntést, hogy megveszi ezeket a vízparti ingatlanokat, akkor azt ígértük, hogy még ezen az évben a vágásérett erdők értékesítéséből a vételár meg fog térülni. Ez történik most, és megkérem a polgármester urat, hogy egy kicsit bővebben tájékoztassa erről a képviselőtestületet. Köszönöm, polgármester úr. Tehát a 0.34/3 és 0.34/4 erdőt számolva van szó. Ez a kettő erdő részlet, ami erdőművelési ágon is gyakorlatilag 2,7 hektáros terület, amin a becsült fatömeg bruttó 1050 erdei köbméter. Szangsúlyozom, erdei köbméter, amiből a nettó az kb. 950 köbméter, tehát hogyha ezt megközöljük, akkor egy ilyen durván 1000 köbméter fáról beszélünk, amire természetesen mindenféle engedéllyel rendelkezünk, az erdészeti hatóságnál ez egy tervezett erdő és vágás érett. Na most, amit szeretnénk, az egy nyílt eljárás keretében, tehát bárki számára elérhető módon meghirdetni egy ajánlattételt, aminél a szempontok a következők lennének. Lábon szeretnénk értékesíteni a fát, ami azt jelenti, hogy nem kíván az önkormányzat saját munkavállalót kiküldeni favágóként, nem szeretnénk szállítani, nem szeretnénk piacot keresni a fának, nem szeretnénk feldolgozni, hanem mi tekintettel arra, hogy nincsenek erre kapacitásaink, szakembereink, azt gondoljuk, hogy a legjobb az, hogyha így lábon, ahogy van, a 950-1050 köbmétert értékesítjük. És gyakorlatilag, ahogy egy pici piackutatást folytattunk, körülbelül ebből a fa mennyiségből az a 6-7 millió forint, ugye 6,5 millió forint volt a vételára ezeknek a területeknek, nem csak ennek, amiről kitermeljük a fát, hanem az össz erdőterületnek, amit akkor, ahogy polgármester említette, megvásároltunk. Gyakorlatilag ebből 6-7 millió forint bevételre számítunk minimálisan. Tehát gyakorlatilag az, amit mi akkor vállaltunk a képviselőtestület döntésében, hogy a vételár megtérül, ez megtörténne ezen az éven. Az, amit az erdő további művelésére vonatkozik, azt a művelést, azt pedig szeretnénk a közmunkaprogramokba
bevinni ezt az erdőrészletet, és gyakorlatilag ott egy foglalkoztatást tervezve rá, gyakorlatilag az újratelepítést és az egyéb dolgokat, azokat már támogatással kívánjuk majd megvalósítani. Tehát most gyakorlatilag, amiről szó van, ha ezt a erdőt, ami vágás élet, így tudnánk értékesíteni, akkor ki tudnánk hozni a vásárlást nulla közeli értékre. Még ha jó árat kapunk, akkor akár pozitív szaldó is lehet, de ennek ez lenne a lényege, hogy ne az önkormányzati költségvetés terhelje ebben az évben a vásárlás, és természetesen a területek ez a durván 8,7 hektár, ez továbbra is megvan, tehát a vagyonértéket azt növeli az önkormányzatnál. Gyakorlatilag erre szeretnénk támogatását kérni a képviselőtestületnek, hogy ezt az ajánlattételi felhívást közé tehessük. Azért lenne fontos minél hamarabb, hogy az időjárási körülmények nem befolyásolják a kivitelezőt, vagy az esetleges árat, amit adnának, mert most még vannak kapacitásaik a vállalkozóknak. Köszönöm szépen. Aki egyetért azzal, hogy a Tiszaluszt 0-34/3 és 0-34/4 helyrajzi számú ingatlanokon található vállomány értékesítéséről pályázatot írjunk ki, azt kérem szavazni szíveskedjen. Köszönöm szépen. Ez volt az utolsó napirendi pontunk, most pedig képviselői interpelláció következnek. Amiben valaki szeretne még valamilyen témában kérdést feltenni, illetve válaszokat, azt kérem most tegyen meg. Akkor nem is kérdés. Köszönöm szépen. Nekem egy felvetésem lenne majd az ünnepségek, és hát a következő nemzeti ünnepünk az október 23-a kapcsán, éppen a mai nap beszélgettünk polgármester úrral, hogy szombati napra esik a most a 23-ai ünnepnap, és hogy a kulturális bizottságnak javasolnánk, illetve kérnénk, hogy vitassa meg két kérdéskört. Az egyik, hogy ökumenikus istentisztelet keretében a református templomban, mint ahogy ez már az évek óta szokássá vált, ugye a 20-a, augusztus 20-a mindig a katolikus egyháznál, a október 23-a pedig itt a reformátusoknál kerül megrendezésre, hogy ezt nyilván fel kell kérjük a egyházakat, hogyha egy ökumenikus istentiszteletbe gondolkodunk, illetve hogy mi lenne, hogyha nem osztanánk meg kétféle külön ünnepségre, hanem az október 23-a egy helyszínen, illetve a templomban és a téren történne az ünnepség. Hogy ezt kérnék szépen, hogy jutassa meg a bizottság, és akkor tegyen erre javaslatot. Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás? Nekem csak meg kell kérdeznem a Forma 1-es pályát, a Gyöngyvirág utcán, mert ott száguldozunk. Beszéltünk folyamatosan. Van, amikor én 5 percig nem tudok kiállni az autóval, annyi autó közlekedik, főleg ugye a reggeli órákban, amikor a gyerekek is közlekednek egyébként iskolába, mert rengeteg a munkavállaló, aki Tiszaújváros célhozza meg, és mindenki ott özönlik le. Ugyanez visszafelé délután, azok a legnehezebb időszakok. Beszélgettünk a járdáról, ha jól emlékszem, akkor, illetve ott azon a szakaszon világításról is. És semmi, ez a kérdésem, hogy ebben tartunk-e valahol, vagy hogy hogy állunk vele? Tervek elkészültek a járdáról. Tudomásom szerint Rékó Tamás tervező elkészítette. Lesz pályázat közterületekre, terekre, virágosításra, fásításra, abba első helyen lesz a gyöngyvirág, de alpolgármester úr, kérlek, erősíts meg benne, hogy hol áll ez. Igen, így van, tehát elkészültek a tervek. Engedélyezésre azért nem jutottuk be, mert ebből a pályázatból, amire várunk, ebbe gyalogutat is tervezhetőek ebbe a közterületi fejlesztésbe. Attól függően, hogy milyen paraméterekkel lesz kiírva, lenne célszerű, és akkor minden költségével meg lehetne finanszírozásból csinálni, mármint, hogy pályázati finanszírozásból. Ami még fontos, hogy ott úgy lehet megtervezve a járda, hogy akár egy kerékpárút is kialakítható legyen, vagy a közvilágítás ugye bent van a kerítések mellett, tehát már ezeket a szempontokat is figyelembe vette a Rékó Tamás.
meg tudnánk akár most is csinálni. A KFT-nek van olyan programja, amiben egyébként, ha jól tudom, akkor terveztétek is, ügyvezető úr, csak ha viszont kijönne ez a pályázati lehetőség, akkor nem biztos, hogy önerőből, saját erőből kellene ezt erőltetni. Tehát egy pici türelmet kérni még mindenkitől, és ugyanez van egyébként a vasúti állomásra vezető út, ami a Csalogány, illetve a Kisdózsa és a vasúti vasútállomásra vezető utat köti össze. Ott az a feljáró, mert azt is ebbe bele tudnánk tenni ebbe a pályázati körbe, úgyhogy éppen most beszélgettünk erről, hogy akkor KFT, saját kivitelezés vagy pályázati kör. Igen, ezzel az éven a forrás oldalát nem láttuk biztosítottnak, úgyhogy nem mertünk ebbe belefogni hozzákezdeni, főleg úgy, hogy kaptunk ígéretet, hogy a jövő évben lesz ilyen pályázat, amiben ezt bele lehet tenni. Most, hogy már elég életünk is van, hogy még lehet, hogy egy idén kereszi van, mert már a tervezet az megvan. Tehát még akár az is lehet, hogy októberben. Igen. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy hamarosan. De nem csak jövő lesz. Hát attól, hogyha meg is lesz ez a pályázat is, ez a gyalogos út is, attól ott azért nagy forgalom lesz és nagy sebességgel. Az biztos. Jól hivatkoztál a Forma 1-re. Ott szédületesen jönnek az autók. Az alkotmány is egy ilyen, de rettenetes. Én ezt tudom. Még egy dolgot ehhez hozzátenni. Sebességkorlátozást lehet alkalmazni, illetve tudnánk rendőrségi akcióban kérni akciókat. Attól tartunk egy picit, hogy pont nem azok lesznek, akik ennek kárát fogják látni. Esetleg még a dungán. Akik ott száguldoznak, viszont egy másik kérdésem is volt, és arról is beszélünk, a közvilágítás korszerűsítése. Ott meg egy picit nagyobb körben, mert erről még nem volt szó. Polgármester úrral már tárgyaltunk, majd ezt elmondom polgármester úr a szolgáltatókat, de a lényeg az, hogy fel vannak szerelve a településen ledes lámpák. Itt a református templom utáni szakaszán az Alkotmány utcának. Érdemes lenne megnézni mindenkinek, hogy milyen fényt adnak, mert gyakorlatilag egy több komponensű rekonstrukciós fejlesztésbe vághatnánk bele, és hogyha ez a fejlesztés létrejönne, akkor ennek lenne olyan tartalmi része is, hogy a hiányzó lámpákat, akár az a kivitelező, aki mondjuk a főutcák világítását lecseréli, vagy akár az egész települését, az a pusztlámpákat bevállalná, és mondjuk annak a kereszteződésnek, vagy a Gyöngyirám utcára is kerülhetne ilyen új korszerű ledes lámpákból. De ez polgármester jobban tudod, úgyhogy... Igen, viszont azt szeretném, hogy jövő kedden délután mondjatok egy időpontot is, én az egyik ajánlatterőt elhívnám, hogy mondjon elő mindent. Azt ígértem neki, hogy addig átgondoljuk azt is, hogy hány lámpatestet szeretnénk bővíteni a meglévő lámpáinkat, ebből hány karos, hány ami nem karos. Tehát voltak kérdések, és egy konkrét ajánlattal fog jönni. Úgyhogy jövő hét kedden a bizottságnak délután 3 után, ha jó, 3 órától, akkor nem csak a bizottsági tagokat, hanem a többi képviselőt. Társamat is várom szeretettel. Akkor kitűzhetjük jövő hétkert 3 óra? Jó. Közvilágítással kapcsolatos megbeszélés. Dönteni még nem kell, csak elmondani, hogy a portfólió. Meg addig érdemes megnézni azokat a ledes lámpákat. Egyébként ez pont egy másik kételező, tehát két céggel is tárgyaltunk már, csak ilyen piackutatás szintjén, úgyhogy gyakorlatilag már az egyiknek van látszatja. Igen. Képviselő aztán. Csak egy hozzáfűzni való lenne. Nyilvánvalóan a járda az nagyon hiányzik arról a szakaszról már nagyon régóta. A másik viszont, hogy reggel iskola időben és iskola végzés alkalmából a Béke utca, a Hásfa utca és a Gyöngyvirág utca járhatatlan. Ott vannak járdák, nem használják a gyalogosok. Tehát ha rendőrségi akcióban gondolkodunk, akkor én javasolnám megszólítani a gyalogosokat is, mert az életveszélyes. És amit János mond, hogy Gyöngyvirág utca, az óvoda a Gyöngyvirág utcán van. A reggeli gyerekhozatalnál, illetve a délutáni hazavitelnél majd, hogy nem lehetetlen a közlekedés, és a
bizonyos típusú gépjárművek olyan sebességgel indulnak a volt benzinkút irányából, és húznak végig a gyerekek között, meg a szülők között, hogy az néha életveszélyes. Biztos kellene korlátozások, biztos kellene. Hát a gépkocsit gondolom, hogy már benyújt, előbb-utóbb a parkolási lehetőséget is kinőni az óvat. Hát az, amit mondasz, a közlekedési akcióban, ami volt tavasszal a polgárőrök, rendőrök, önkormányzattal közösen, az pont erről szólt, hogy egyébként mondjuk a járdával a közlekedés is felhívja a figyelmet a nyilván a rendőrség elsődlegesen ennek az a szerve, aki szankcionálhat is, de ez még jó lenne az az együttélési rendelet, mert abban viszont le tudnánk tenni, hogy egy olyan bírságot szabjon, hogy szaposson ki a rendőr, ami rendeletben van meghatározva, és aminek van olyan ereje, hogy legközelebb majd meggondolja még egyszer, hogy természetesen azokon a szakaszokon, ahol van biztonságosan közlekedhető járda mellett, vannak olyan utcák, ahol nincs, vagy nem biztonságos, ott az nyilván ott nagy óvatosságot igényel, hogy az úton közlekedjenek, de azért a többségén az utcáknak már van ilyen. Úgyhogy ezt is meg kellene. Ez az iskola odahozás érzete konkrétan, és amikor a babakocsit tolják az út nem is szélén, hanem a közepén, hát az meg egyenesen életveszélyes és felelőtlenség szerintem. Hát van mit átbeszéljük is a bizottságunknak átárgyalni, mert a közlekedési rész is a településre nézve egy olyan dolog, ami a jövőben lekerüljük. Úgy, mint az együttépési rendelet, de úgy még sorolhatnék még sok más ilyen dolgot, amit szinte az alapoktól át kell beszélnünk, újból nem fogunk vonatkozni az elkövetkezendő évben sem, mint ahogy eddig sem tettük. További hozzászólások? Képviselő úr? Annyit szeretnénk, hogy hát ami a legfontosabb az életünkben, az egészségünk, és hát volt itt sok mindenről, érintve volt az egészségügy, olyan szempontból is örüljünk, hogy a mentőállomásnál tehát lesz ez a sürgősségi ellátás, és ez mindenképpen előnyt jelent. Valóban nem csak nekünk, hanem a község, vagy a környék körzetében is, vagy a falvaiban is. Tehát örüljünk neki. A pandémiáról nem tudunk rosszat mondani. Hát azért annyit kell mondanunk, hogy egy picit rosszabbul állunk, mint az országos átlag. Tehát a védőoltásokat még mindig nagyon sokan nem kéri, tehát nem értük el szerintem az 50%-ot, és elég nagy az ellenállás. Már azok az egyénekkel, akiket megszólítunk, hát még rossz néven is veszik. De összességében most jelenleg is ebben az újabb hullámban, és vannak megint érintettek, egész családok is négyen is, akik akut betegségben, tehát a lényegben igazolt covidosok. Lényegében valami az egészségügye feltétlenül összefüggött a gördülő fejlesztési kapcsolatosan, a szennyvíz, stb. Stb. Nagyon sokat tudom mi is, akik nem tudják bevezetni, nem lehetetlenség is, mert beszéltünk itt darabos nénéikről, stb. Akik nem is lehet megmondani talán. Hát ez is fontos. Azon kívül beszélünk arról, hogy veszünk egy épületet, megint a Táncsics utcán, és ilyenkor nekem, amikor vásárolunk ilyen épületet, akkor mindig az jut eszembe, hogy olyan keveset van szó a Kossuth utcán lévő, úgymond idősek otthonának készült épületről, hanem veszük. Nagyon jó van nagyon sok, még több épületünk lenne az önkormányzat tulajdonában, de valahogy ott leálltunk, hogy is állunk azzal, és mi lesz azzal, mert hát azért most már kész van, már régen kész van, és ugyan semmi ötletünk nincs. Én köszönöm, hogy a harmadik körzetet szintén meg kell említenem, hogy tehát egy picit itt ez a pandémia, akár neki igazolni tudja, hogy nem azt a 15 órát töltjük a rendelőben, mint amit a törvény előír egy héten, hanem jóval többet. Tehát ha bemegyünk 7-kor, akkor 12 órakor még nagyon gyakran ott vagyunk, hogy azt a harmadik körzetet is azért jó volna beindítani. Nem tudom, hogy küldtük-e valahol egyáltalán a pályázatot, hogy hirdettük-e. Amerre járunk,
mindenki. Csak szóban van. Megyei közgyűlésen, meg asszonyától kezdve, kórházakba, igazgatóig, a mentősökig, akivel találkozunk, mindenkinek megemlítjük, hogy van egy harmadik körzetünk, és szeretettel várjuk az érdeklődő házi orvosokat. Nem csak házi orvosokat, hanem igen, A körzetekben nem nagyon mennek, tehát te kényelmetlen, fárasztó, mint egy kórházi osztály, jobb dolgozni. Most ebben a helyzetben még inkább. A másik meg az, hogy vidéki körzetek. Én városi körzeteket úgy elfoglalnak, de vidéki körzeteket kevésbé. Hát jó, hát ebben nekünk is nagy szerepünk kellene, hogy legyen, hogy hirdessük és próbáljuk megszerezni, mert ez mindenképpen igény lenne a leállást illetően. Tehát a harmadik kötetésed a vásárlással kapcsolatosan, amikor pillanatilag azt se tudjuk, hogy miért vettük meg, vagy veszik meg a, csak az állam megőrzése miatt a Táncsics utcán lévő Gyimesi féle házat, és akkor itt van egy nagy épületünk, amelyik mindenképpen csak leépül majd szép lassan. Ezt köszönöm szépen a kérdést, mert most hallottam épp a héten, kipattant a faluba, hogy értékesítettem én 7 millió forintért ezt az ingatlan, és ezzel elpazaroltam. Nem is tudom, hogy hogy... Szó se volt róla, gondolatban se került a képviselőtestületnek értékesíteni azt az ingatlant, pedig egyébként ez lenne a legjobb, de akkor nem 7 millió, hanem minimum 30 milliós áron. Tehát jelenlegi állapotában, ha csak az alap érintésvédelmi és egyéb dolgokat helyre kell rakni, akkor egy, hogy engedélyt kapjunk rá, és hiába mondjuk, hogy öregek otthona, az egy lakóépület. Az nem öregek otthona, csak a falu elnevezte öregek otthonának. És azt is várják, hogy ebből öregek otthona legyen, de ezt már több kör futva megbeszéltük, hogy ebből ki lehet találni valamit, de ahhoz is megfelelővé kell tenni az épületet, ami nem kevés pénzbe kerül, és forrás pályázat még egyelőre nem volt. Figyeljük, hogy milyen lehetőségek jönnek előttünk, és hogyha bármit rá tudunk erre az épületre húzni, azon nyomban megtárgyaljuk és lecsapunk rá. Egyelőre még ott áll úgy idézőjelben a parlagon, hogy odafigyelünk, hogy az állapota ne romoljon, tehát télen egy temperáló fűtés, folyamatosan takarítva van, folyamatosan az udvar gondozva, stb. Stb. De nem láttuk még azt a lehetőséget, hogy mi lenne, amit akkor ki tudjunk hozni. De ha bárkinek van ötlete, vagy lát pályázatot, akkor ezt várom szeretettel, és kezdünk vele valamit. Inkább szállás az, amiben lehet gondolkodni, csak kérdés, hogy, hogy megint az önkormányzatnak kell-e ilyen módon ebben részt venni. Tehát az jó, hogy van az önkormányzatnak egy-két szálláshelye, annak kell is tenni, de összességében meg vállalkozásokat kellene ösztönözni, hogy szálláshelyeket működtessenek, meg hogy minél több legyen ilyen jellegű. Tehát igazából másra jelen pillanatban az épület nem jó. Mert hogy egy ilyen összpén megoldásba épült, ahol a polgármester úr lakóházként talán engedélyeztetve is, meg úgy is indult, és akkor hozzá lettek tolva szobák, és sok előírásnak nem felel meg, se a szociális jelleggel, se a szállás. Igúz nem felel meg, át kellene vezetékelni, ha egyik fürdőszobában nem működik a csapat, x fürdőszobában magasabban van a lefolyó, mint a maga talaj, megáll a víz, nem folyik le a víz, és még így sorolhatnám azokat a rengeteg-rengeteg dolgot, ami egy normál családi háznál is problémát okoz. Nem hogy úgy, hogy mi engedélyt szeretnénk rá, bármire kérni. És ez elég horror pénz lenne ez az átalakítás. Ha a szálláshely felújítása lesz pályázat, akkor meg fogjuk nézni, hogy ebből meg tudjuk-e csinálni. Hogy átalakítás. A felé kell ezt, de azért is érdemes erről beszélni, mert akkor még mindig az van, hogy várják, hogy idősebb otthona legyen, azért is tudniuk kell, hogy mi a probléma. Mert már elfelejtik, biztos lesz, biztos, hogy nem.
Én csak egyet tudok, hogy mint valamikor szakcsalégyőrűként én voltam egy idősek otthonában, nem is egyben, ellenőrizni, és hát valakit ki lehetne találni, aki megvenni. Hát nem az volna jó, hogyha valaki megvenni, hát venni egy magasabb összegért. Tehát olyanok, és azokat, amelyeket láttam, én ilyen idősek otthonának címzett épületnek, hát meg se közelítették ezt, és valahogy utána, miután az engedélyt megadták, úgy, mint maszek, valahogy ki tudták csikarni azt, hogy megkapják az engedélyt, és működtetik. Ez a legjobb megoldás. Mint ahogy veszünk, egy vagyongazdálkodásra beleférne, hogy adjuk el ezt az ingatlan. Egyébként az lenne legjobb, ha el tudnánk adni, most értsétek, meg tudnánk szabadulni ettől, akármire is használja. Utána már az de értékén, senki nem fog olyan értéket, vagy olyan árat adni érte, mint ami, ha csak azt veszük, hogy mennyibe került. Nem fogjuk tudni ezt megcsinálni. Ha eltitkoljuk a rejtett hibákat, mint egy évvel vásárlásánál, utána ugye adtuk ilyen, hogy oké, csak azt elfelejtettük mondani, hogy tegyük fel, több tíz méteren keresztül a betonba megy a fűtéscső, és még sorolhatnám, amit inkább nem kérdezek el még sorolni. Tehát nem lehet azon az áron értékesíteni, ahogy szeretnénk. Még egyelőre nem jutottunk döntésre, nem is meg lehetősége se látunk arra, hogy abból kihozzunk valamit. Összességében hogy mégis az volna a kérésem, hogy mindenki segítse már abban, rokonság, szomszéd, jó barát, hogy jelentkezzenek a védőoltásra az emberek, a kiszabadulási emberek, mert most már odáig eljutottunk, hogy van bőven oltóanyag, már mindenki azt az oltóanyagot kapja meg, amelyeket kívánja. Az én éleményem az, hogy mindegyik oltóanyag jó, és mindegyik oltóanyagot lehet akár a harmadik oltásként is kapni az embereknek. Volna még egy gondolat, amit most október 23-ai ünnepséggel kapcsolatosan. Én biztos nem vagyok itt, mert mindig elmegyek a békemenetre, és attól jobb, hogy nem lehetne ez, vagy vállalja az önkormányzat, vagy vállalja a község azt, hogy esetleg szervezni lehetne egy csapatot, hogy képviselje Tiszakucot fönt ezen a békemeneten. Hát nem tudom, hogy az önkormányzati szinten más településen megtörténik-e, hogy ezt majd elmondoljuk. Ja. Nem csak az, hogy nem is kell zászlót, már kiteszik általában a teret, amit mindig ilyen feliratokkal, hogy tisztelencs, meg stb. Igen, és akkor... Ezt lehet, meg lehet szervezni, hanem viszont nekem meg az jutott eszembe, és talán Judit volt az javaslatot, hogy biztos, hogy szombaton kell, meg polgármester úrral is beszéltünk erről, hogy a 23-át nem lehetne akár egy nappal előre hozni. Ez is egy olyan téma, amit a bizottságnak meg kellene tárgyalnia. Mert vannak nagyon sokan, akik azért ennek az ünnepsége, mert meggyőződésből mennek, mert részt szeretnének venni. Vannak olyanok is, akik azért mennek, mert muszáj. Tehát, hogy akkor valahogy egy ilyen arany középutat találjunk, akár ilyen kompromisszumokkal. Én ezt azért vetettem fel, mert